Az utolsó gyertya lángja is fellobbant a Berzsenyi téren lévő óriás adventi koszorún. A három fenyőfa legendája című norvég mesével indult az ünnepélyes ceremónia Prikazovics Ferenc tolmácsolásában. A szombathelyi evangélikus egyházközségtől Menyes Gyula lelkész celebrálta a szertartást. A közös éneklés után elmondta, célegyenes beértünk a karácsony ünnepével kapcsolatban, csak néhány nap maradt teendőink rendezésére, a lelki felkészülésre. Az utolsó gyertyát Horváth Attila alpolgármester gyújtotta meg.